Sziasztok! Ma egy horgolási mintát szeretnék megmutatni, aminek magyarra fordítva a neve alpesi öltés. Ez egy nagyon domború minta. Amivel ezt elérjük, az a relief pálcák horgolása, mégpedig első szába öltött relief pálcákkal készül, és talán innen a név is, ugye a relief az domborút jelent, és talán innen jött az alpesi elnevezés. Ez a hátsó része. Ez annyira nem mutatós, mint az első. Aminek el tudom képzelni, például sapkát lehet ezzel a mintával horgolni, vagy mondjuk mosóruhának. Mostanában ezek a nagy szerelmeim a mosóruhák, vagy mosogatóruhák, vagy konyharuhák, vagy bármi. Vagy akár maradék vonal felhasználására még díszként is el tudom képzelni, tehát asztalra, terítőnek, ilyen-olyan pohár alátétnek például. És akkor nézzük meg, hogy hogy készül. Páratlan szemszámú láncszemsorral kezdünk. Tehát én itt most felszedek 15 láncszemet. Majd 3 láncszem magasítás, és ezzel a 3 láncszemmel készen is van az első pálcánk, ugyanis ez most egy olyan minta lesz, ahol a láncszemsor is pálcának fog számítani. Ez viszont azt jelenti, hogy mivel itt az első soron egyrehajtásos pálcákat kell készítenünk, ezért a tűnlévő száltól az 1, 2, 3, 4, az ötödikbe kell öltenünk a következőt. És itt meg is jelölöm a láncszemsor tetejét, mert itt most kivételesen itt lesz a, tehát itt is öltenünk kell majd. És így készítünk sor végéig egyrehajtásos pálcákat, és a végén 15 darabnak kell lenni. Ellenőrzöm azért. Egy láncszem magasítás, és a második sorunk jön, végig rövid pálcákat öltünk. És itt ugye megjelöltünk lesz a 15. rövid pálca alapja. Hát ezt nem olyan egyszerű lehorgolni. 2 sor megvan, 3 láncszem emelés jön. Ugye ezzel kész is van az első pálcánk. És akkor most jön az első relief pálca, ami egyráhajtásos relief lesz, ugyanis akár rövid pálcából, akár 2 vagy több ráhajtásos pálcából is elkészíthetőek ezek a pálcák. Ez most egyráhajtásos első szába horkolt relief lesz. Az alapsorunk, amin dolgozni fogunk a reliefek öltésekor, az ez lesz, az egyráhajtásos sor, viszont a rövid pálcás soron is dolgozunk, oda meg sima egy ráhajtásos pálcákat kell készíteni. Tehát kész van az első pálcánk, a másodikat így folytatjuk, ráhajtjuk a tűre a fonalat, beszúrunk a pálca alá, a másik oldalon kibújtatjuk a tűt, ráhajtjuk a fonalat, áthúzzuk, és felhúzzuk annyira a fonalat, amennyire tudjuk, és itt a szokásos módon elkészítjük az egyráhajtásos pálcát. Tehát először az első 2 láncszemen húzzuk át, aztán a következő 2-n. És kész is van már az első relief pálcánk. A mögötte lévőt, ami
a mögötte lévő, vagy a hozzá tartozó rövid pálcát, ezt átugorjuk, és a következő egy ráhajtásost, azt a következő rövid pálca tetejébe öltjük bele. Tehát itt fölül is minden második lesz a rövid pálca, itt alul pedig minden második lesz a relief pálca. Egy ráhajtás, ezt kihagyjuk, ugye ebbe öltöttünk, a mellette lévőt kihagyjuk, és megyünk a következőre. Átszúrjuk a tűt, felhúzzuk a fonalat, ez nagyon fontos, mert ha mindjárt itt lehorgoljuk, amikor áthúzzuk, akkor az nem lesz ilyen tetszetős és szép, mint egyébként, ami ennek lennie kell, és ugye itt elkészítjük a pálcát. A mögötte lévőt szintén kihagyjuk, és átugorva egyet, ide horgolunk egy-egy ráhajtásos pálcát. És így haladunk a sor végéig. A rövid pálca soron is mindig kihagyunk egy-egy szemet, és itt az alappálca soronkon is, ahova a reliefeket csináljuk, ott is mindig átugrunk egyet. Páratlan kezdőszámnál a harmadik sorban az utolsó, az egy-egy ráhajtásos rövid pálca lesz. És egy kész is van az első pálca sorunk. Egy láncszem emelés, és ugye a negyedik sor jön, vagyis rövid pálcákkal dolgozunk végig. Ez a láncszem, ez mindig kifog rajtam. Ezért érdemes megjelölni, mert akkor kicsit ki lehet azzal tágítani is. Három láncszem emelés. És igazából most más dolgunk nem lesz, csak el kell tolnunk egyel ezt a mintasort. Ami azt jelenti, hogy itt ugye a másodikba készítettük a relief pálcát, akkor most a második az egy egyráhajtásos pálca lesz. És itt a kettő közöttihez öltünk le, vagyis ide, az első relief pálca készítésekor. Felhúzzuk a fonalat, a mögötte lévőt kihagyjuk, átugorjuk, és a következő az egy egyráhajtásos. Aztán itt is a kettő közé öltünk, ugye e közé a kettő közé, és így haladunk a sor végéig. Ugyanaz, mint az előző sor volt ez a sor, csak egy pálcával eltolva. Egy-egy ráhajtásos pálca, és ugye ez az ötödik sorunk, és itt, mivel páratlan szemszámmal kezdtünk, ezért ez az utolsó pálcánk is egy sima, egy ráhajtásos rövid pálca lesz, tehát a szélső szába nem öltünk relief pálcát.
és igazából készen is van, és a kettőtől az öt sorig kell ezt ismételni, tehát most megint egy rövid pálca sor jön, aztán ez az alsó sor, amit horgolnunk kell. Próbáljátok ki!